az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, bűnbánó szívvel gyűltünk egybe a mai pénteki napon, mert a húsvéti idő pénteki napjai is a bűnbánatra hangolnak bennünket. Keressük meg mi is engesztelő lehetőségeinket, ahogyan énekeltük most a bevezető énekben, a bűnből miink is támadjunk. Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat itt Gazdagréten, a Szent Angyalok templomban és otthonaitokban, akik ima közösségben lehetünk az Apostol Televízió szolgálatával. Székesfehérvári testvéreink kérték a mai Szentmise szándékát, és ajánlottak fel adományt. Elhunyt Izer Balázs és elhunyt ifjabb Osvát Ferenc elhunyt testvéreink lelki üdvért. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy már most a Szentmise kezdetén méltóképpen kezdjük meg bűnbánati napunkat. Jónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettel, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, hallgasd meg imádságunkat, és engedd, hogy az evangélium szerinti élettel valóra váltsuk, amit szent igéddel üzentél nekünk. Hadd, hogy elnyerjük mindazt, amit fogadott gyermekeidnek előre megígértél, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál apostol Korinthusban tartózkodott, egy éjjel látomásban az Úr így szólt hozzá: ne félj, hanem beszélj, és ne hallgass, mert én veled vagyok. Senki sem fog hozzád nyúlni, vagy ártani neked. Nagyszámú népem lakik ugyanis ebben a városban. Ott maradt tehát 1,5 évig, és ez alatt hirdette náluk az Isten igéjét. Amikor Gallio volt Achaia helytartója, a zsidók egy emberként Pálra támadtak, és a törvényszék elé hurcolták, és így vádolták. Ez itt arra próbálja rábeszélni az embereket, hogy Mózes törvényével ellenkező módon tiszteljék az Istent. Pál már éppen szólásra nyitotta ajkát, amikor Gallio a zsidókhoz fordult. Emberek, ha csak ugyan valami törvénytelenségről vagy gaztetről volna szó, akkor meghallgatnálak benneteket türelemmel. Ha azonban valamely tanítással, személlyel vagy vallási törvényeitekkel kapcsolatban vetődik fel vitás kérdést, azt intézzétek el magatok. Ilyesmiben én nem akarok bíró lenni. Ezzel elkergette őket a törvényszék elől. Erre mindannyian nekiestek Szosztenésznek, a zsinagóga előjárójának, és ütlegelni kezdték a törvényszék előtt. De Gallio mit sem törődött vele. Pál még jó ideig Korinthusban maradt, aztán búcsút vett testvérektől. Priscilla és Aquila társaságában áthajózott Szíriába. Előbb azonban Kenkreában lenyiratta a haját, mert fogadalmat tett. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája. De amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszont látlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Szeretett testvéreim itt Gazdagréten és otthonaitokban, az Úr Jézus búcsú beszédében elhangzott biztató szavai vonatkoznak közvetlenül tanítványaira és környezetére, de vonatkozik ez a búcsú beszéd és vigasztalás minden követőjére, mindenkinek, mindannyiunknak üzeni az Úr Jézus, hogy a vele való kapcsolatban egymást váltja a szomorúság és az öröm. Itt a földi életünkben gyakran előfordul az is, hogy ez váltakozva érint meg bennünket, de ha az egész életünkre, vagyis az életünk egészére vonatkoztatjuk, akkor mindenképpen a megpróbáltatás és az öröm, ez a sorrend, amit Jézus megígért, és így kell földi küzdelmeinket az ő oltalmába helyeznünk, tudván azt, hogy mindig a nehézségeket a megoldás, az enyhület, sőt az öröm váltja fel. Nem véletlen az a megfogalmazás, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy gyertek hozzám mindnyájan, akik fáradoztok és az élet terhét hordozzátok, én felüdítelek titeket. És így a kereszthordozásban, a megpróbáltatásokban reményt ad Jézus az ő követőinek, megadja egyrészt a győzelem, az eredményesség, a megoldás, az enyhület, és aztán mindezek örömének a reménységét. A tanítványok nehezen értették ezt meg, hogy Jézusnak szenvednie kell. Ők maguk is szenvedtek ettől a gondolattól. Tudjuk jól, hogy Péter is el akarja hárítani azt, hogy Jézus szenvedjen. Sokkal inkább sütkérezett Péter Jézus dicsőségének a fényében, ott a Táborhegyén, mintsem, hogy azt tudomásul vegye, hogy szenvednie kell a messiásnak. Az emmauszi tanítványok is csüggettek voltak, és lám, Jézus ígérete szerint felváltotta az ő csüggettségüket, az öröm, sőt a lángoló szív. Ugye lángolt a szívünk, mondják, a Jézussal való, a feltámadottal való találkozás után ezek a csüggett és szomorú tanítványok, amikor hozzánk szegődött és elmagyarázta az írásokat. A messiásnak a szenvedésen keresztül kellett bevonulnia a dicsőségébe, és ezt a messiási megváltó folyamatot követi a mi életünknek is, Krisztussal való kapcsolata és annak a jellemzői, hogy a megpróbáltatásból van kiút, és Jézus győzelemre segíti övéit. Így tehát nem csak Jézus közvetlen tanítványai élték át ezt a váltakozó sorrendet, a bűnből magunkra vont megpróbáltatások és szenvedések terhét, majd a bűnbánatban a megújulás örömét, mi mindnyájan ezt átélhetjük, és így tekintünk földi életünk küzdelmeire, amelyben ott van Jézus hívó szava, aki utánam akar jönni, az vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. És a kereszthordozást a feltámadás követi a mi életünkben is. És akik mindvégig kitartanak ezen az úton Jézus nyomában, vagyis az áldozatvállalás, a megpróbáltatások útján, azok célba érkeznek. Ez az Úr Jézus ígérete. Így tehát a búcsú beszédnek biztató szavai, amelyet most hallottunk az evangéliumban, szomorúságotok örömre fordul, mint az édesanya gyötrelmeit a megszületett gyermek okozta, öröm váltja fel, így egész életünknek ez a jellemzője, hogy majd egyszer a feltámadás, az újjászületés öröme tölt be minket határtalanul, de addig is itt a Földön, ha váltakozva is, mert hiszen újra visszatérnek a feladatok és a nehézségek, de mindig a végső szó és a végső győzelem, az az öröm szava és az élet győzelme. Ennek reményével ajánljuk fel ma is pénteki bűnbánati napunkat, hogy lelki újjászületésünk örömtelivé tegye életünket. Amen. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, a cselekvő hit és az álhatatos szeretet kegyelméért, hogy földi életünk a kipróbált erényekkel az örök életet szerezzék meg nekünk. Add, Urunk, hogy a kegyelem irányítsa minden tetteinket. Kérünk téged, hallgass minket. Add, hogy félelem nélkül vállaljuk egyéni sorsunkban üdvözítő tervedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a szomorúság soha se uralkodjék rajtunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Töltsd be lelkünket, Urunk, a Szentlélek örömével. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy fiad második eljövetelekor méltók legyünk az örök örömökre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy elhunyt Balázs és Ferenc testvéreink, akikért szentmisénket most fölajánljuk, megtapasztalják az örök boldogság ajándékát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, gondviselő atyánk, te az ember földi életét előkészületnek rendelted. Kérünk, adj bőséges kegyelmet, hogy mostani küzdelmeink megszerezzék a fiad által ígért maradandó örömöket, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Folytatjuk a Hozsanna énekeskönyv 89-es számú énekét a 3. verszakkal. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből ezt áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Kérünk Istenünk, fogadd irgalmas szívvel házad népének felajánlott adományait. Támogasd segítségeddel, hogy amit tőled kaptunk, el ne tékozoljuk, és elnyerjük örök ajándékodat, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk, Krisztus, a húsvéti bárány. A világosság fiai lettünk, és örök életre születtünk általa. A mennyország ajtaja kitárul nekünk, mert fiat halála óta a mi halálunk sem reménytelen elmúlás, és feltámadása által mindnyájan új életre támadunk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kejhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kejhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kejhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Ferenc és Gábor segédpüspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Balázs és Ferenc szolgáidról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről, a templomunkban nyugvó hívekről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal merünk Atyánkhoz így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek, ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvéreim, a szent áldozás alatt a 109-es éneket énekeljük. Köszönöm. Kedves testvéreim, a lelki áldozás következik az otthonaikban velünk imádkozó testvéreink lelki javára. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen, tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk, kérünk Istenünk, folytonos atyai jóságoddal őrizd megváltott gyermekeidet, hogy akik fiat szenvedése árán szabaddá lettek, az ő feltámadásának örömében éljenek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, a gazdagréti testvéreimre és média apostolainkra, az Apostol TV kedves nézőinek életére, épp úgy a Hegyvidék TV nézőinek életére is, akik hétköznaponként délután tekinthetik meg a gazdagréti szentmisét. Bűnbánati napot tartunk, és ezt szeretnénk folytatni, most a szentmisével megkezdtük, de további imáink, önmegtagadásaink vagy szeretetszolgálatunk mind alkalmat kínál arra, hogy a mai napon jelezzük az Úr Jézus iránti szeretetünket, és higgyünk biztató szavának, aki azt mondta, azt üzente nekünk, hogy a szomorúságunk örömre változik, és ez a bűnbánatban fog megtörténni. Befejező énekünk a szűzanya köszöntése lesz, a Hozsanna énekeskönyv 184-es énekének első és második versszaka. A mai litániát pedig a 200-as ének dallamával fogjuk énekelni. Fogadjátok az áldást. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmon. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benned. Szűz Mária, kegyelmek anyja, könyörögj érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörögj érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögjetek érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk. Bye.